Üdvözlünk a Vacsmodzsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával elhoztuk nektek a 10 legjobb Power Rangers átváltozást. Sziasztok, én Zsombor vagyok, és ebben a videóban a franchise legmenőbb átváltozós jeleneteit nézzük meg, és hogy fair legyen a verseny, minden csapatból csak egy helyezettet választottunk. 10. Time Force Rangers, Power Rangers Time Force. A jövőből érkező csapatnak stílszerűen az átalakulásos jelenete is nagyon modernek. A Chronomorpher nevű eszköz erejét használva az összes Ranger valamilyen egyedi, dinamikus pózt vesz fel, miközben a ruhájuk felizik körülöttük. Már csak az esztétika miatt is ez az egyik legmenőbb átalakulás, de a DNS-es és számos háttérképek is tökéletesen passzolnak az évad időutazós motivumához. Time Force Rangers? This time you won't get away, Rancic! A jelenet zsenialitását az ütős, minden egyes mozdulathoz és pózhoz tökéletesen időzített zene csak fokozza. Az évadban minden harc ezzel a klippel kezdődik, amivel nagyon jól megfesti a hangulatot a nézők számára is. Ready? Ready! Time for... Time Force! 9. B-Squad Rangers, Power Rangers SPD. Habár a Space Patrol Delta nagykutyái úgy gondolták, hogy ez a Ranger csapat csak másodosztályú, az biztos, hogy az átváltozós jelenetük csúcs. SPD Emergency! A vizuális effektektől a pózokig minden kiemelkedő, ahogyan a szerkójuk kivetül előttük, még mielőtt magukra öltenék, pedig egyszerűen tökéletes. Space Patrol Delta! Ezt megspékelték még egy folyamatosan zoomoló háttérrel, amivel nagyon komis sebességet és lendületet adtak a mozgásuknak, bár nem mintha az SPD Rangeröknek szükségük lett volna erre, hiszen a hátraszaltóik is mutatják, hogy a srácoknak elég komoly mozdulataik vannak. SPD! Emergency! Lényegében minden megvan ebben a jelenetben, ami kell. Gyors, menő és mindig meghozza az ember kedvét egy kis bűnöldözéshez. 8. Ranger Operators, Power Rangers RPM. Ha a sebességre kapcsolsz ehhez az átváltozós jelenethez, akkor szó szerint padlógázas képsoroknak lehetsz a részese. Ready! 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 RPM! Get in gear! Miután a morfőrökbe behelyezik az engine-szelt, a rangerök azonnal egy nagyon színes száguldó pályára kerülnek, ahol különböző portálokon suhannak át, miközben lassan rájuk kerül az ikonikus ruhájuk, és miután az öv és a sisak is a helyére kerül, a rangerök nagyon menő akciópozitúrát vesznek fel. De a jelenet legjobb része az nem más, mint a transformációval járó hatalmas robbanás, amit a zöld ranger, Ziggy, egyszer meg is kérdőjelez. Egy csata közben a hősies Flynn direkt úgy pozícionált magát az átalakulással, hogy a robbanás eléri az ellenfeleit, ami egy roppant okos húzás. Jó látni, hogy ők is annyira élvezik ezeket az átváltozásokat, mint mi. RPM! Get in gear! 7. Lightspeed Rangers, Power Rangers Lightspeed Rescue. Ilyen átváltozást ezelőtt még sosem láttunk, és ezt a szó legjobb értelmében mondom. Amikor a rangerök elkezdik az átalakulást, az egyéni színes vizoruk alakjain haladnak át. Gicses és drámai képsorok helyett ez egy letisztult átváltozás, ami lényegében olyan, mintha a szerkókat rájuk öltenék. Ez a transformáció az egész franchise történetében az egyik legkreatívabb volt. Power Rangers, rescue ready! A leglenyűgözőbb az egészben az, hogy habár mindegyik átalakulás egyedi, az összkép mégis egységes, amit elég nehéz lehetett kivitelezni, de a Lightspeed Rescue nagyon simán vette ezt az akadályt. Alright guys, let's do it! 6. Overdrive Rangers, Power Rangers Operation Overdrive. Az átalakuláshoz a rangeröknek azt kell üvölteniük, hogy Overdrive Accelerate és a kiáltáshoz hűen a jelenet egyáltalán nem szűkölgedik sebességben. Ready! Ready! Overdrive Accelerate!
Az átalakulás olyan sebesen történik, hogy még a Morpher is elereszt néhány szikrát. A sok akció közepette egyáltalán nem túlzás azt állítani, hogy ennél a transformációnál ismerhetjük meg a legjobban a Rangeröket, hiszen az átalakulást végző eszköz kivetíti a Ranger ruháját és még a fegyvereit is. Ez nem csak cirkusz jellem, hanem konkrétan végigkövethetjük, ahogy az egyes felszerelések a karakterekre kerülnek. Az alapvetően is epikus átváltozás kombinálva az ilyen mélységű részletességgel, kérdés nélkül a listára helyeztem ezt az átváltozást. Do you know who you're dealing with? Do you? 5. Jungle Fury Rangers. Power Rangers Jungle Fury. Ebben az évadban a Morpherök konkrétan napszemüvegek, ráadásul nagyon menők is, tökéletesen hozzák a 2008-as vibe-ot. Ám még az átalakulás megkezdés előtt ellopják a Rivalda fényt a Rangerök a kung fu jellegű kézmozdulataikkal. Ready! A transformáció pedig kétségkívül hozza azt, amit elvárunk tőle. Az átöltözés tempója zseniális, dinamikus és izgalmas is. Tökéletesen ötvözi a Jungle Rangerök harcművészetét és misztikus elemeit egyetlen, fantasztikusan koreografált jelenetben. With the strength of a tiger, Jungle Fury, Red Ranger! With the stealth of a jaguar, Jungle Fury, Blue Ranger! És ez még nem minden, hiszen az évad során még találkozhatunk a Master Mode transformációval is, ami egy nagyszerű variáció erre a témára, és az egész átalakulást megkoronázza. You summon the animal spirits from within. Power Rangers, Jungle Fury! 4. Wind Rangers. Power Rangers, Ninja Storm. A franchise-ban itt fordult elő először, hogy az elején mindösszesen csak 3 Ranger volt, ám ez azt is jelentette, hogy az átváltozások megtervezéséhez több időt szentelhettek a készítők, mint valaha. Ugh, dude. Watch and learn. Ninja Storm! Ranger Form! Ha! Elég egy pillantás ezekre az átalakulásokra, és tisztán látszik, hogy bombára sikerültek. Elvégre ez az egyetlen alkalom, hogy a karaktereink egy tornádó kellős közepén indítják el az átváltozást. Innen pedig nagyszerű átkötéssel jutunk el Shane, Tori és Dustin képességeinek lélegzetelállító bemutatásához. Ezek az átváltozós képsorok szó szerint vették az évad Ninja Vihar címét, és szerencsére a többi Ranger is hasonlóan részletes bánásmódban részesült, mikor később csatlakoztak a többiekhez. A vihar előtti csend sosem volt még ennyire jó. 3. Mighty Morphin Rangers, Power Rangers. Those are your power morphers. When in danger, raise them to the sky, calling the name of your dinosaur, and you will morph into a formidable fighting force known to one and all as the Power Rangers. A legelső átváltozás éppen az egyszerűsége miatt olyan nagyszerű. Egy rövid képet kapunk a Rangerökről, ahogy egyenként idézik meg a saját erejüket. Habár ma már egy picit úsdinak tűnhet a jelenet, akkoriban nagyon király volt, és a nosztalgia azért még ma is dolgozik. It's Morphin time! Dragon Sword! Mastodon! Pterodactyl! Triceratops! Saber-tooth Tiger! Tyrannosaurus! Általában a képsor a piros Rangerrel ér véget, utána pedig átköti a jelenetet egy drámai csoportképre. És ennyi, semmi csinadratta, ez az elképesztően egyszerű és ikonikus jelenet még a mai napig képes megdobogtatni a rajongók szívét. Később persze variálták és megfűszerezték a transformációkat, de egyikük sem volt képes olyan jól megörökíteni azt, ahogyan a kicsit dacos tinédzserek először alakulnak át. Look out, Rita, we're not backing down, the Power Rangers! 2. Mystic Rangers. Power Rangers, misztikus erő. Ha nem a 90-es években, akkor tuti ezzel az évaddal ismertétek meg ezt a sorozatot, hiszen hatalmasat ment a Jetixen. Ebben a jelenetben az überkirály mobil morpherök, a villámok és a csomó glitter kombinációja olyan menő átalakulást kreált, ami szinte önmagáért beszélt. Minden egyes átváltozás során elragadja a tekintetünket a mutató CGI és a nagyszerű színek, azonban ezt még tovább tudták fokozni. Amikor már azt hinnénk, hogy vége az átalakulásnak, mindegyik Ranger olyan végső pózt dob még rá, hogy leesik az állunk. We hold forth the power of light magic! Mystic Force Legend Warriors! Ebben a jelenetsorban benne van minden, ami egy nagyszerű átváltozáshoz kell. Egyszerre varázslatos, lebilincselő és roppant menő. Sőt, annyira jó, hogy az ember elgondolkodik, hogy tényleg nincs-e benne valami valós mágia.
Mielőtt felfednénk az első helyezettet, íme néhány vigasdíjas. A Power Rangers-ök végre átváltoznak. Power Rangers. Ehhez a szemkápráztató átváltozáshoz jól jött az a hatalmas büdzsé. Zio Rangers, Power Rangers Zio. Az eredeti átváltozás nyomdokaiba lépni nem könnyű feladat, de a Zio jól vette ezt az akadályt. Zio Ranger 4, 3! Zio Ranger 5, red! Dino Rangers, Power Rangers, Dino Thunder. Bomba átváltozás a szó legszorosabb értelmében. Ready, ready! Space Rangers, Power Rangers in Space. Az átváltozásoknál a numerikus kód olyan, mintha valami zseniális dologhoz számolnánk vissza. All right, let's rock it. Ninja Rangers, Power Rangers Ninja Steel. Hatalmas energialöket tele dinamikus látványelemekkel. Ninja Steel. Ninja Rangers fear no danger. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. Első, Samurai Rangers, Power Rangers Samurai. Samurizer! Go, go, Samurai! Az überkirály szó is enyhe lenne ezekre az átváltozásokra. Az, hogy a Rangerök ősi szimbólumokat írnak ki a Morpheurrel, zseniális módja volt annak, hogy beleszőjék az évad témáját a transformációkba, és szerencsére a felöltözés sem veszített a lendületéből. A Rangerök sisakjai végül éppen azok a szimbólumok, amit előtte kiírtak, ami pedig a kettő között történik, az szemkápráztató és eszméletlenül menő. Rangers together! Ha! Samurai forever! Persze, ezen az is segít, hogy ez az évad volt a legelső, amit már HD-ben vettek fel és adtak le, így az újdonsult technológiának köszönhetően az élesképi világ szó szerint egy új szintre emelte az átváltozós jeleneteket. Nylock, you're about to meet the Super Samurai! Lehet beszélni a tartalom és forma fontosságáról, de ez az átváltozás kétségkívül mindkettőből a legjobbat hozta ki. Ti mikor találkoztatok először a Power Rangers-szel? Melyik volt a kedvenc sorozatotok? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!